Nagyszámú közönség volt kíváncsi a duduk hangjára április 25-én Kolozsváron az Erdélyi Néprajzi Múzeumban, ahol a kolozsvári örmény közösség a 103 éve megtörtént genocídium áldozataira emlékezett. Ma az örmény genocidumra emlékeztünk, azaz a népirtásra, ami 1915-ben kezdődött, és sajnos nem fejeződött be a mai napig se. Láttuk, mi történt a szíriai örményekkel, az aleppóiakkal. Ez különösen fáj nekem, mert az én őseim onnan származnak. 1890-ben jöttek el Aleppóból, és nagy szerencséjük volt, mert 95-ben elkezdte Abdulhamid az ő magán jellegű népirtását, és majd aztán jött 1915, ami kiteljesítette az egészet. Úgy gondoltuk, hogy mindig sok szöveg volt, és most csináljunk valami mást, és lévén, hogy nagyon kevésé ismert a duduk ezen a fertájon, hát ezért úgy gondoltuk, hogy meghívjuk őket egy koncert erejéig. És ahogy láttam, a terem megtelt, több mint 150 ember volt itt, és nagyon tetszett nekik. Kozmin Rafael Balián és művésztársai a temesvári Bánát Filharmóniától örmény imádságokat, balladákat játszottak. Ezek alaphangja a már említett duduk hangszer, amelyet a művész részletesen be is mutatott az érdeklődő közönségnek. Mint ismert, a duduk hozzávetőlegesen 3000 éves hangszer, és azóta is az örmény lélek fájdalmának és örömének hangját közvetíti. Mára az UNESCO a duduk zenét az emberiség szellemi, kulturális örökségének könyveli el. Este un instrument popular armenesc. Este, așa cum spuneam în acest eveniment, că este unul dintre cele mai vechi instrumente, unul dintre cele mai vechi instrumente din lume. El datează de peste 3000 de ani și este confecționat din lemn de cais. Este un, aparent este un instrument simplu cu 8 găuri, dar necesită foarte mult aer, deci o presiune în plus față de celelalte instrumente de suflat. Da, ați spus la un moment dat că caisul are ceva fermecat în el, la ce anume v-ați gândit, de ce e duducul așa de special din acest punct de vedere tămăduitor, ați spus. Da, am spus că din sâmburele de cais, da, se extrage amigdalina și are un efect benefic trupului. Cu toții știm că asupra sistemului tumoral, nervos și mai multe boli. Și atunci am spus eu că având un efect benefic asupra trupului, acest instrument fiind făcut din lemn de cais, are un efect benefic asupra sufletului nostru. Nu știu, așa văd eu.
Kolozsváron először megszólalt Duduk hangja sokakat elvarázsolt és felkeltette a fiatal zenészek érdeklődését. A zene hangján túl történelmi távlatokba is bevezetődött a nagy érdemű. Az örmény genocidiumból kiindulva, más népírtásokra is kitérve jutott el Lucian Nastase Kovács történész ahhoz az üzenethez, amelyet a Duduk hangja is képvisel. Egymás megismerése és megértése a legfontosabb.